A Paks 2 Otomenő ZRT rendszeresen jelen van a térség különböző rendezvényein, azért, hogy első kézből adjon tájékoztatást a Paks 2 projektről. Célunk, hogy személyesen informáljuk a lakosságot az évszázad legnagyobb hazai beruházásáról, illetve az új blokkok szükségességéről mondta Mitler István a társaság kommunikációs igazgatója. Ennek egyik eszköze az interaktív tájékoztató kamion, amely 2009 óta járja az országot. Csak az eddigi nyári fesztivál szezonban mintegy 17 ezer fő látta a projektet bemutató interaktív guruló kiállítást. Emellett idén második alkalommal tekinthették meg az érdeklődők Paksváros napján a Paks 2 ZRT tájékoztató tárlatait, míg 2018-ban ezen a rendezvényen 1400 fő látta a kiállítást, akkor még csupán az interaktív kamionban, addig idén már csak nem 1600-an kaptak tájékoztatást a projektről, a társaság új, hexagon alapú, sátrában és az interaktív kamionon, ugyanis mindkét kiállítóhely jelen volt az eseményen. Szexárdon is egész nap várták az érdeklődőket a társaság munkatársai augusztus 24-én. A sátorban minden fontos információ megtalálható a PAKS 2 projektről, Magyarország energiafelhasználásáról, a hazai energia mix alakulásáról. Az érdeklődők miután informálódtak, tesztelhették is tudásukat, gyerekek és felnőttek is kipróbálhatták, mit tudtak meg a tervezett új atomerőművi blokkokról, helyes válasz esetén pedig ajándékot vehettek át. A Hexagon sátor legközelebb augusztus 30-án Györkönyvben várja majd a látogatókat, ezt követően augusztus 31-én Pakson a Megyenapon, 2019. szeptember 13-án és 14-én a Kalocsai Paprika Fesztiválon, majd szeptember 20-ától 22-ig a Dunaföldvári Szüreti Fesztiválon látogatható a sátor.